Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Mai napon lezárul a házasság hete, és célja az, hogy felhívja a figyelmet a házasságra, a családra, és ennek az értékére, illetve hogy segítséget nyújtson azoknak, akik házasságra készülnek. Ahogy hirdettük is az elmúlt vasárnapon, hogy a Szentmise végén megáldjuk a házas párokat. Mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk, és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Mindenható Istenünk, segíts, hogy törvényedet mindenkor szem előtt tartsuk, akaratodat pedig szóval és tettel meg is valósítsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sámuel első könyvéből. Saul féltette hatalmát Dávidtól, ezért Saul 3000 férfival, Izrael legjavával elindult, hogy felkutassa Dávidot Szíf pusztájában. Dávid tudomást szerzett Saul érkezéséről. Egy éjszaka Dávid és Abisáj megközelítették Saul táborát. Sault alva találták a táborban. Lándzsája a fejénél a földbe volt szúrva. Abner és a csapata körülötte aludt. Ekkor Abisáj azt mondta Dávidnak: Isten ma kezedbe adta ellenségedet. Lándzsával odaszögezem a földhöz egyetlen döféssel. Másodikra már nem lesz szükség. Dávid azonban így felelt Abisájnak: Ne öld meg, mert senki sem bűntelen, aki az Úr fölkentjére emeli kezét. Ezzel Dávid Saul feje mellől elvette a lándzsát meg a vizes korsót, és eltávoztak annélkül, hogy valaki látta vagy észrevette volna őket, vagy pedig fölébredt volna. Mindnyájan aludtak, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Amikor Dávid a szemközti oldalra ért, jó messze megállt egy hegy tetején, úgy, hogy nagy távolság volt köztük. Dávid átkiáltott innen Saul táborába: Nézzétek, itt a király lándzsája. Jöjjön át valamelyik szolga, és vigye el. Az Úr mindenkinek megfizet igazságosságban és hűségben. Az Úr ma kezembe adott, de nem akartam kezet emelni az Úr fölkentjére. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, az írás mondja, Ádám az első ember élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki. Azután következik a szellemi. Az első ember a földből való, földi, a második ember
a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, ahogy a földi ember alakját magunkon hordozzuk, úgy a mennyeinek az alakját is magunkon fogjuk hordozni. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és mindazokat, akik rágalmaznak, azokért is. Ha arcul üt valaki, tartsd oda másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igé. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, az Úr Jézus a mai evangéliumi részben, ebben a szakaszban csupa olyasmit követel követőitől, amelyek ellentétesek természetünkkel. És az Úr Jézus sarkosan fogalmaz, szándékosan kiélezi a dolgokat, hogy meghökkentsen, hogy felrázzon bennünket, hogy megértesse velünk az új törvénynek a szellemét.
a felebaráti szeretet parancsát, amely a réginek a tökéletesítése és kiterjesztése az ellenségre is. Feltehetjük a kérdést, hogy felráz-e, meghökkente bennünket az ellenségre is kiterjedő szeretet parancs. És a mai evangéliumban Urunk Jézus olyan magasra tette a mércét, hogy ma is gyakran csak méregetjük, és neki sem merünk talán rugaszkodni, nem merünk neki ugrani. Emberi erővel alig ha tudjuk megvalósítani, de Istennek és Istennél minden lehetséges, és ha ebben hiszünk, akkor nekivághatunk bátran. A katolikus egyháznak a katekizmusa is megfogalmazza, tárgyalja ezt a részt a megbocsátásról. És úgy fogalmaz, hogy a keresztény ima elmegy egészen odáig, hogy megbocsát az ellenségnek. Átalakítja a tanítványait, és a mesterhez formálja. És a megbocsátás a keresztény ima csúcspontja. Arról is tanúskodik, hogy a mai világunkban a szeretet erősebb, mint a bűn. Az ismerős közmondás szerint ki mint él, úgy ítél. Az ellenség szó hallatára mindenki a maga módján reagál, és van, aki rögtön támadásra gondol, és ökölbe is szorul a keze, villámgyors lehetőségek özönlenek a gondolataiban. Mit is lehetne tenni ebben a helyzetben? Másnak a védekezés jut az eszébe, az okos elhárítás, vagy éppen a tagadás. Sajnos nem elméleti dologról van szó, hisz a híradások hemzsegnek a háborús eseményektől, mindennapi életünket sokszor megkeserítik azok, akik ellenünkre vannak. És bevallhatjuk őszintén, hogy ilyen háttérrel szinte idegenként hangzik számunkra, amikor a mai vasárnapi szentírási szakaszt erőszakmentességéről hallunk. Hát nem így vagyunk sokszor az életben, de hogy nem. Nem így vagyunk a családjainkban, nem így vagyunk a munkahelyi kapcsolatainkban. Sokszor a barátok válnak ellenségekké, hányszor és hányszor. A házastársak fordulnak egymás ellen, a szerelemből, a szeretetből ellenségeskedés lesz. Nem véletlen, hogy kiemeljük a héten is a házastársakat, a szentségi házasságban élőket, és azért áldjuk meg majd őket a szentmise végén. Nem véletlen, hiszen fontos az, fontos a szeretet. Még ha egymás ellen vétkezünk is, csak legyen megbocsátás. És a keresztény éles stílusnak a négy alapelemét, ha vesszük, amiket itt hallottunk, hogy szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Nem is olyan könnyű néha kereszténynek lenni, de boldoggá tesz az, hogy mi az irgalmasság útján haladunk. Az irgalmasság útja megadja a lelki békét. A gyakorlatban ez nem olyan könnyű út azért. És Urunk Jézus mindenkinek jót adott, mégis rosszal viszonozták. Így személyes példájával is bizonyítja, hogy nem az emberektől, hanem az Atyától kaphatunk igazi viszonzást. Mert ő mérték nélkül ad nekünk, de csak annyiban részesülhetünk jóságában, amilyen mértékben ki tudjuk nyitni, ki tudjuk tágítani a szívünket, hogy befogadhassunk belőle. Minél több jót teszünk, annál inkább részesülünk Isten jóságában. Mondhatjuk azt, hogy keresztény embernek ez nem méltó a harag, a gyűlölet és a bosszúvágy, egyedül az irgalmas Istennek a példája követendő, aki
kész megbocsátani minden bűnösnek. Légy nagylelkű és megbocsátó, akkor majd te is megtapasztalod Istennek a nagylelkűségét. Ferenc pápánk mondja, az egyetlen megengedett vád nekünk, saját magunknak, a keresztényeknek nem más, mint az önvád. A többiek felé csak irgalmasak lehetünk, mert az irgalmas atya gyermekei vagyunk. Tehát hogyan lehet egy olyan világban élni, mely állandó ellenségképeket gyárt, keres, önző és kirekesztő dolgokat? Igen, nekünk keresztényeknek békességesnek kell lennünk. Vannak nehéz helyzetek az életben. Vannak, ami ellen kell harcolnunk nekünk is, a bűn ellen. A bűn minden fajtája ellen, olvassuk a Galata levélben is, és minden más divatos dolognak is ellen kell mondanunk. Olyanoknak, mint a fásultság, a dologtalanság, a lustaság, a közöny, a szétszórtság, a reménytelenség, ott a depresszió sokak életében, a jövőtlen gondolkodás, a szeretetlenség, a hűtlenség, és mindaz, ami megnehezíti a mindennapokat. De nekünk ott van Jézus Krisztus a fény, ott van életünknek a középpontjába. A harc az mindig edzi az embert, és jobbá teszi. Adja meg az Úristen, hogy mindig tudjunk küzdeni a rossz ellen, és mindig tudjunk keresztény méltó emberként élni. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, aki jóságos a hálátlanok iránt is, és felkelti napját igazakra és hamisakra egyaránt. Hogy az önzés és az erőszak helyében a szeretet és a nagylelkűség uralkodjék a világon. Kérünk téged, hallgass meg. Hogy a keresztények Jézus parancsa szerint ellenségeink és rágalmazóink iránt is jó akarattal legyenek. Téged hallgass meg minket, hogy a népek a nemzeti, faji, törzsi és vallási gyűlölködés helyett a testvéri összetartozásra törekedjenek. Téged hallgass meg minket,
hogy sohasem nehezteljünk azokra, akik önhibájukon kívül kárt okoztak nekünk. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy az idősebbek értsék meg a fiatalokat, osszák meg velük tudásokat és tapasztalataikat, és félténkedkedés nélkül segítsék fejlődésüket. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy az ifjabb nemzedék ne ellenséget lásson az idősekben, hanem barátságosan közeledjék feléjük, és készségesen tanuljon tőlük. Téged, hallgass meg minket. Önts, Urunk, hitet és felelősséget fiataljaink és minisztrásaink szívébe, hogy meghallják hívásodat, a szólítod őket, s örömmel mondjanak arra igent. Kérünk téged. Imádkozzunk a keresztény házastársakért, kérjük mennyei atyánkat, adjon nekünk minél több Istenben bízó keresztény házaspárt. Kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Teremtő és megváltó Istenünk, te magad adsz nekünk példát a türelemre és a megbocsátásra. Segíts, hogy soha se tegyünk másnak olyat, amit magunknak sem kívánunk, sőt a rosszat is jóval viszonozzuk Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Istenünk, köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be áldozatunkat, könyörögve kérünk, hogy amit fölséged dicsőségére felajánlunk, hozza meg nekünk az üdvösséget, Krisztus, a mi Urunk által. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ki megszánva a téveigő embert a világra született a Szent Szűztől, majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból örök életet ajándékozott nékünk. És ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kionthatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka.
Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, a magyar szentekkel és boldogokkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbeni járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Béke veled. Béke veletek.
Könyörögjünk, mindenható Istenünk ad, hogy valóban elnyerhessük az üdvösséget, amelynek zálogát ebben a szentségben magunkhoz vettük, Krisztus a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a hétfő esti szentmise február 21-én 17:30-kor a kórház kápolna helyett itt a belvárosi templomban lesz megtartva. Szeretettel hívjuk a következő tanévre első és ötödik osztály, az első és ötödik osztálya iránt érdeklődő szülőket, gyermekeiket február 23-án szerdán délelőtt 7 óra 55-től 9:40-ig a Szent József iskola központba. Jöjjön el és győződjön meg személyesen tanítóink munkájáról, ismerje meg iskolánkat a program védettség igazolvánnyal és maszk használata mellett lehetséges. Ismét folytatódik a férfi találkozó program sorozatunk. A következő találkozó február 25-én este 18 órakor lesz a Vármegye házán. Ezen az estén így a Szent Mise elmarad. A Szent Rita katolikus óvoda szeretettel várja a leendő óvodásokat Farsangi Ovi csalogatójára, amely február 26-án szombaton 10 és 11 óra között kerül megrendezésre. A szülők részére védettségi igazolvány szükséges. És szintén ezen a napon február 26-án lesz a bérmálkozók találkozója 9 és 12 óra között. A katolikus iskolák javára fogunk gyűjteni február 27-én, és jövő csütörtökön lesz a Szent Mónika közösség szentmiséje február 24-én. És ahogy a szentmise elején is hirdettem, most a házas párok megáldása lesz, kedves Szentségi Egyházi házasságban élő házaspárok, ahogyan a múlt hétvégén is hirdettük, illetve a házasság hetének lezárásaképpen megáldunk titeket, és arra kérünk, hogy álljatok majd ide középre, mint ahogy áldozni jöttetek, majd forduljatok egymással szembe, és újítsátok meg a házassági ígéretet, amit egykor tettetek. Majd először a férjeket, férjek lesznek, utána a feleségek, majd közösen mondhatjátok velem együtt a szöveget. Majd miután megadtam az áldást, úgy együtt jöjjetek és megáldalak külön-külön titeket, pontosabban külön-külön áldalak meg benneteket, és ezek után lesz a Szent Mise záró áldása, és majd emléklapok lesznek itt oldalt. Most megkérem a házaspárokat, forduljanak egymással szembe, fogják meg egymás kezét, és először a férjek mondják utánam a szöveget. Áldott vagy Istenünk, mert jóságodból feleségül adtad nekem. A feleségek, áldott vagy Istenünk, mert jóságodból férjemül adtad nekem. És most majd mindannyian mondják utána, áldott vagy Istenünk, mert életünk folyamán jó és balsorsban, jóságosan mellettünk álltál. Kérünk, segíts minket, hogy a kölcsönös szeretetet hűségesen megőrizzük, és ezáltal tanulni legyünk annak a szövetségnek, amelyet a Szentírás szerint az emberekkel kötött. Könyörögjünk. Áld meg, Uram, azokat a házas párokat, akik a házasságban
házasság szent szerelmes szövetségében élnek. Áld meg áldozatvállalásainkat, áld meg testüket, lelkünket, szándékainkat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak. Tedd erőssé kezüket, amelyen egymás kezét fogják. Tedd gyöngéddé szívüket, amelyben egymást hordozzák. Tedd egyenessé a gondolataikat és tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják. Tedd házas életüket példává, az általad kijelölt úton járjanak, bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz mind haláli hűségesek maradjanak, és majdan elnyerhessék tőle az élet koronáját. Áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Kicsit menjetek. Köszönjük. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Van még biztos. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Kedves testvérek, most mindannyian fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.